Krémer Ernő használati tárgyak készítésének technikáit adta át. Nem volt szükség gallyakra, csupán papírra, használt újságokra, melyekből kaspót, kenyeres kosarat is készítettek az egybegyűltek. Egy nyaraláson volt egy olyan lehetőség, egy hölgy, aki járatos ezekbe a dolgokba, őneki tehát programok voltak, és az egyik program az volt, hogy a kosárfonás alapjai. És akkor derült ki, amikor erre jelentkeztem, hogy gyakorlatilag itt papírból készül minden. Újságpapírnak az újrahasznosítása. Nekem most tehát elég szűkös a repertoárom, csak amikor télen ráérek, akkor csinálok ilyesmiket. Három alap dolgot hoztam most. A negyedik az csak el van kezdve, mert kétféle, igazándiból én kétféle fonás szisztémát tudok. És ezzel a kettővel dolgozok. Az egyik az a kosár szisztéma, a másik meg mondjuk egy ilyen átventi koszorú alap, aminek más a, majd mutatom azt is, hogy az is sorra fog kerülni, itt majd sorra fog kerülni, csak most a kosárra kezdjük. A kosárnak az a lényege, hogy van egy valamilyen alapon, tehát egy sablon, amit körbe fonok gyakorlatilag. Ennyi. De egyébként, hogyha valaki megnézi, akkor a vesszőből készültek is ugyanígy néznek ki, csak ott más az anyag, más az alapanyag. Hogyha ezt belakkoznánk, meg lehet egy ilyen sejempapír, vagy valami ruhaanyagból is lehet csinálni körbe belőle egy ilyen díszítést, és akkor nagyon sokáig bírja, évekig bírja. De nagyon gyorsan pótolható egyébként. Az országban nagyon sokan ismerik, egy érdekes történetet mondok, mentem föl Pestre vonattal, és megszólított egy hölgy, én csak a pálcákat vittem. Ő is ismerte ezt a dolgot. Tehát a pálcából már látta, hogy mi fog majd készülni. Az újságpapírt csíkra vágom, és abból készítek egy pálcát. És utána ez a pálca van folyamatosan végtelenítve, ahogy fogy a fonás közben, ez mindig folyamatosan, addig, amíg szükség van rá. Tehát gyakorlatilag, ha úgy vesszük, akkor két szál megy, és a két szál az végtelen. Olyan, mint a kötél, vagy nem tudom, hogy mondjam. Csak hát olyan hosszú pálcával, hogy tudna az ember dolgozni? Tehát egy viszonylag rövid pálcával, és akkor majd ahogy fogy, majd pótolja. Lehet variálni, mert ugye mondtam, hogy kétféle. Tehát lesz a tiszta fehér pálca, meg lesz a színes pálca, csak maradjunk ennyibe. A színes pálca, mondjuk fonok 3 centi magasságot, utána 3 centi fehéret fonok. Utána megint 3 centi színeset fonok. Tehát lehet ilyen értelemben is játszani vele. Ez teljesen az én fantáziámra van bízva, hogy hogyan csinálok. Mondjuk egy adventi koszorú alapnál, ott 4 részből fog állni, mert ugye 4 gyertya. Krémer Ernő örömmel adja át tudását, amikor ráér. Azt is elmondta nekünk, hogy karitatív célokra is szokott az általa készített kosarakból adományozni, különböző támogatások gyűjtéséhez vagy tombolatágynak. Akinek van kedve meg ideje, a tévénézés meg az internetezés helyett inkább ilyennel foglalkozzon. Izsák Tünde és édesanyja első alkalommal vett részt papírfonás foglalkozáson, mert szeretnék megtanulni. Rengetegféle terméket lehet belőle előállítani, meg hát tényleg ajándékozni, ugye sokszor nem tud az ember drága dolgot, nem lehet megvenni, vagy valami, akkor saját maga elkészítés, ajándékozza családtagokat, stb. Ez egy szuper jó dolog. Nem csak az újrahasznosításnak egy fantasztikus módja a papírfonás, hanem egyedi kézzel készített ajándékötletnek is kiváló.